Korszerűsítik a fehérgyarmati nővérszállót, 126 millió forintból végeznek energetikai felújításokat. Kései dinnye szezon. A többi megyéhez képest később indult a dinnye termesztés Szabolcsban, így várhatóan tovább is tart majd. Munkácsi képek. Újabb 20 festmény érkezett a korábbi 30 kiállított kép mellé. Millió forintból korszerűsítik a fehérgyarmati kórház nővérszállóit. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! Az energetikai beruházás során három több mint 50 éves tömbben cserélik ki a nyílászárókat, valamint szigetelik is az épületek homlokzatait. A felújítás nem csak a rezsicsökkentést szolgálja, hanem a szakemberek helyben tartása miatt is fontos. A bejárati ajtóra ragasztott tájékoztató hirdeti a közelgő felújítás kezdetét a fehérgyarmati kórház nővérszállóján. Az épületek a kórházzal egyidősek, 1963-ban adták át őket. Azóta nem volt lehetőség felújítani őket. A három háztömbben összesen 24 lakás áll rendelkezésre, a minigarzontól a háromszobás lakásig. Jelenleg 14-et orvosok, 8-at pedig szakdolgozók bérelnek. Ezek a lakások nagyon régen épültek, és nagyon rég volt benne felújítás. Kívülről annyival zárók is, ugye, hogy jobb lesz, hogyha lecserélik őket, viszont belülről nem annyira rosszak az állapotok, mert ugye mindenki saját igénye szerint felújíthatja ezeket a lakásokat, és mindenki próbálja úgy, hogy komfortosabb legyen a saját igénye szerint. A kormányzat egy pályázat keretében most 126 millió forintot biztosít a három tömb korszerűsítésére. Első lépésben szigetelik az épületeket, valamint a nyílászárókat is kicserélik. A felújítás nem csak a lakások energetikai hatékonyságát növeli, hanem a szakemberek helyben tartását is segítheti. A szakember megtartásához feltétlen hozzájárul az, hogy tudok-e lakást biztosítani, nem tudok lakást biztosítani. Fiatalok mindig kérdezik, értelmes munkát akarnak, lakhatási lehetőség, harmadik a pénz. Itt most gyakorlatilag, hogyha ezzel sikerül ez megvalósítanunk, ezt a beruházást, akkor azt jelenti, hogy azért van egy lehetőség, van egy poolunk, amiből mi tudunk, hogy mondjam, gazdálkodni. Én bízom benne, hogy ez az intézménynek is egyfajta rangot fog jelenteni. Érdemes lesz idejönni, érdemes lesz itt letelepedni, hisz egy indulást mindenféleképpen tudunk biztosítani megfelelő kulturált körülmények között. A város tulajdonában lévő nővérszálló nem csak a szakemberek letelepedését segítheti, hanem a környékről ingázóknak is nagy segítséget nyújthat. Fehérgyarmat ugye közel van Kárpátaljához, közel van a Szatmári térséghez, itt dolgoznak a kórházban olyan orvosok, akik egyébként lehet, hogy életvitelszerűen Kárpátalján, vagy életvitelszerűen a Szatmári térségben, a Párciumban élnek, és ugye Kárpátalján különösen nagy gondot okozhat esetenként a több órás várakozása a határ a innenső vagy túlsó oldalán, és mindenféleképp fontos, hogy ez a szolgálati lakás lehetőséget ad arra, hogy esetlegesen egy rendkívüli módon beosztott orvos akár itt pihenjen meg az egyik lakásban. A nővérszálló felújítása várhatóan 2019 márciusában fejeződik be, és a korszerűsítéseknek köszönhetően összesen közel 1,5 millió forint rezsicsökkenést hozhat évente az ott lakóknak. Később indult a dinnye termesztés megyénkben, így tovább is lesz kapható a gyümölcs. Ledó Ferenc, a Fruit Web elnöke híradónknak azt mondta, országos szinten a dinnye termesztés lassan befejeződik, viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még várhatóan augusztus végéig, szeptember elejéig szüretelik a görög dinnyéket. Összesen 190-200 ezer tonna körüli dinnye mennyiségre lehet számítani az idén. A fogyasztói áruk fajtájuktól függően 90 és 160 forint között mozognak. Később indult a dinnye szezon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Országos szinten már korábban elindult a termesztés, megyénkben viszont még most van a dinnye főszezonja. Így a szüretelés is megközelítőleg két héttel tovább tarthat, mint az ország többi részein. Azt kell elmondani, hogy Szabolcs megyében a többi körzethez képest később indul a dinnye szezon. A legkorábbi körzet, ugye az Békés megye, Tolna megye és Baranya megye, hogy gyakorlatilag a dinnye termesztés lassan befejeződik, még egy minimális van, viszont Szabolcs területe, mivel később indultak, ott most van a főszezon, és hogyha az idő kedvező lesz, akkor egészen augusztus végig, szeptemberig kitart. Egyedül egy nagy gond van, ugye a mostani nagy meleg és a száj. Sajnos a szabolcsi területnek egy jelentős részét még nem öntözik, ott ez okozhat gondot akár a mennyiséggel, akár a minőséggel is. Bár az időjárás kedvezett a jó dinnyének, a korai termés nem találkozott az exportpartnerek igényeivel.
Országosan egy olyan 190 és 200 ezer tonna körül dinnyét várunk az idén. Azt kell mondani, hogy az elkövetkező időszakban annyi dinnye lesz, hogy a belföldi piacot el tudjuk látni. Sajnos nagy mennyiségben lehetne most szállítani exportra, viszont arra már nincs megfelelő mennyiségű árulap. A különböző dinnyék fogyasztói árai eltérhetnek, jelenleg 90 és 160 forint között mozognak fajtától függően. A Fruitweb elnöke hozzátette, a dinnye szezon egészen addig tart, amíg egy hűvösebb, csapadékosabb időszak be nem következik, vagyis a lőrinc nappal nem ért véget a jó minőségű dinnyék szüretelése. Idén is korábban fizeti ki az államkincstár az eredetileg szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat, közölte a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkársága. A több mint 1 millió érintett már augusztus végén megkapja a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, illetve a gyermeknevelési támogatást. Fontos kiemelni, hogy ez nem többletjuttatás, csak a szeptemberben esedékes támogatást kapják meg korábban az érintettek. Így tehát, míg augusztusban 2 juttatás érkezik, addig szeptemberben már nem kapnak családi pótlékot az érintettek. Akik bankszámlára kapják a támogatást, azoknak augusztus 27-én írják jóvá az összeget, és a posta is ekkor kezdi el a kézbesítést. A cél, hogy a családok könnyebben fel tudjanak készülni az iskola kezdésre. Újabb 20 darab munkácsi festmény érkezett a Nyíregyházi József András Múzeumba. A festményeket augusztus 20-ától egészen október közepéig lehet megtekinteni. A múzeumban így már 50 munkácsi festmény található, az eddigieket pedig már több mint 5000-en látták a Szabolcsi megye székhelyen. Alapos átvizsgálással kezdték meg új életüket a munkácsi képek a József András Múzeumban. 20 festmény érkezett, ez pedig nem csak a múzeumnak, a városnak, sőt az egész megyének sokat jelent. Korábban ugyanis még soha nem volt ennyi munkácsi kép a megyében. A gyűjteménybe érkeztek olyan darabok is, amelyeknek értéke jóval meghaladja az 1 millió forintot. Ezeknek eszmei értékük van, tehát ezeket így nem tudjuk megmondani, sőt, ha megkérdezi, melyik a legértékesebb, azt sem fogom tudni elárulni, vagy melyik a kevésbé értékes, tehát munkásságát kell itt nekünk értékelni, ami ugye felbecsülhetetlen, és tulajdonképpen nemzeti érték, hungarikum. A most érkezett 20 festménnyel együtt már 50 munkácsi kép látható a József András Múzeumban. Az első 30. június 13-án érkezett meg, és a gyűjteményre már akkor nagy érdeklődés mutatkozott. Hál' Istennek sokan megnézték, közel 5000 ember látta már a kiállítást, de ugye mi sokkal nagyobb számban gondolkodunk. Van még idő bőven, ugye, mert ahogy említettem, október 14-ig lehet látni. Szerintem nagyon sokan arra számítanak, hogy együtt szeretnék megnézni a képeket, és nem kétszer visszajönni. Nem csak a múzeum várja különleges kiállítással az érdeklődőket, hanem a Kállai gyűjtemény is. Repülünk a Mesék kocsiján címmel nyílik hamarosan az Ilosvai Gusztáv emlékkiállítás. Tudni kell erről a családról, hogy Lányágon került kapcsolatba a Kállai családdal. Rengeteg tárgy emlék van a gyűjteményben. Tulajdonképpen 1934-ben készült el a Meseautó című film, melynek a Meseautóban című keringőjét tulajdonképpen Ilosvai Gusztáv maga személyesen énekli. Ennek apropóján, illetve a szabadtéri színpadon 18-án, 19-én bemutatása kerül Meseautó című darab apropóján jött az ötlet, hogy mi egy emlékkiállítást szervezzünk a múzeumba, a Kállai gyűjteménybe. A tárlat gyermekközpontú lesz, hiszen Ilosvai számos mesefilmnek, többek között a Telhetetlen méhecskének szerezte a főcímzenéjét. A kiállítás augusztus 17-én pénteken 14 órakor nyílik Szentevaj közreműködésével, és 2 hónapon keresztül lesz megtekinthető a Kállai gyűjteményben. Összesen 26 milliárd forintot fordítanak jelenleg és a következő tanévben Európai Uniós és költségvetési forrásokból arra, hogy szélessávú internet legyen az iskolákban, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára. Maruzsa Zoltán kiemelte, a fejlesztések folyamatosan zajlanak, eddig 262 helyszínen megtörtént a kiépítés, és az év végéig még további 2000 helyen lesz szélessávú internet. A helyettes államtitkár elmondta, a digitális korszakváltás egyik eleme az informatikai eszközök biztosításában rejlik. Az iskolai gépparkok, szerverek és az internet hozzáférés területén szükségesek fejlesztések. Fontosnak nevezte azt is, hogy rendelkezésre álljanak digitális tananyagok, tartalmak és a pedagógusok kompetenciáit is folyamatosan bővítsék.
Tehát a digitális átállásnak egyik kulcs területe a szélessávú internet biztosítása, mintegy 3500 iskolába jut majd el a következő egy évben a szélessávú internet. Nagyon fontos eleme az eszközhasználat, mintegy 100 000 informatikai eszközt vettünk, illetve veszünk a következő hónapokban, annak érdekében, hogy az iskolákban ezeket használni lehessen. Laptopok, tabletek, okostáblák, projektorok tömege érkezik majd az iskolákba. Azért, hogy a pedagógusok ezt jól tudják használni, szükséges őket felkészíteni, ezért ezekben a projektekben mintegy 50 000 olyan pedagógus továbbképzés érhető el ingyenesen az érintett kollégák számára, amelyekből meg tudják tanulni ezen eszközöknek a használatát. Jár kártérítés a vonatok késése esetén. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége közleményben részletezi, hogy mikor lehet kártérítést igényelni a vonatok késése esetén. Közleményük szerint 30-119 perc késés esetén a menetjegyárának 25%-a, 120 perc vagy annál nagyobb késés esetén a menetjegyárának 50%-a igényelhető vissza. Amennyiben a vonat később érkezik, az utas kérésére az érkezési állomás ügyeletes alkalmazottja, vagy a késett vonat jegyvizsgálója igazolja a késés tényét és időtartamát, a személyes adatokkal, valamint a menetjeggyel és a bizonylatával együtt kártérítést igényelhet a vasúttársaság bármely szervezeti egységénél. A kártérítést kuponformájában is adhatják, de az utas kérésére pénzformájában kell kifizetni. Abban az esetben, ha az utas különböző okokból nem tud elutazni, és ezt időben jelzi, visszaigényelheti a menetjegyének teljes árát. A témával kapcsolatos teljes közlemény elérhető a kölcseitv.hu weboldalon. Az élelmiszerek biztonságát fokozza a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új élelmiszerbiztonsági szabványa. Az átdolgozott szabvány alkalmazása biztosítja az élelmiszer eredetű veszélyek megelőzését, megszüntetését és ellenőrzését a termelési helytől a fogyasztási pontig. Mivel az élelmiszerbiztonsági veszélyek a folyamat bármely szakaszában jelentkezhetnek, az élelmiszerellátási láncban résztvevő minden szervezetnek megfelelő ellenőrzést kell végeznie. A különböző szervezeteknek a kiadástól számítva 3 év áll rendelkezésre az új változatra való áttéréshez. Az új szabvány bevezetése azért is kiemelkedő jelentőségű, mert hazánk élelmiszerbiztonsági előírásai az unión belül is szigorúnak számítanak. Azt szeretnénk, hogyha minden olyan adatot tartalmazna, amit a beltartalma is tartalmaz annak a legyártott termékeknek, és a húskészítményeknél vannak olyanok, amit a Magyarországon szabványként elő van írva, az más országokban lazábbak, és szeretnénk, ha ezeket ki tudnánk, lenne olyan eszköz rendelkezésre állna, amivel ki lehetne mutatni, hogy esetleg amit behozunk, az tartalmaz olyan anyagot is, vagy olyan anyagból állítják elő, amit Magyarországon tilos, egyenlőre vitatott az az eszköz, amivel ezt ki lehetne mutatni, és a gyártási folyamatban pedig csak Magyarországon van az ellenőrzésnek lehetősége beavatkozni, ha külföldön gyártják, ahhoz nincs. Ezen folyik most ilyen nagyobb mérvű probléma, illetve egyeztetések, hogy ne nevezzük annak, ami nem, mert az nem azokból az anyagokból készül, mint amit Magyarországon ellenőrizni tudunk. Augusztus 17-én bárki betekinthet a megújult nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpad kulisszái mögé. A nyitó előadás előtt egy nappal a meseautó főpróbájának néhány percét is láthatják azok az érdeklődők, akik regisztrálnak a szabadtéri-színpad@nyiregyhaza.hu e-mail címen. A közel másfél órás kulisszajárás során a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, műszaki kollégák és színészek mutatják be a megújult színház épületét és területét. A program augusztus 17-én 13:30-kor kezdődik. Vereséggel zárult a kisvárdai stadionavató. Az NB1 negyedik fordulójában a listavezető Ferencvárost fogadta az élvonal újonca, és a vendégek 2-0-ás győzelemmel távoztak a Várkerti stadionból. A mérkőzésen a hazaiak két futballistáját is kiállította a játékvezető. A kisvárda a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép pályára.
Teltház 3000 néző fogadta csapatokat az új Kisvárdai stadionban. A vendég Ferencváros az első perctől kezdve uralta a játékot, a hazaiak szinte minden energiájukat a védekezésre fordították. A 13. percben közel járt a gólhoz a Fradi, Petriek fejesét azonban a felső rész segítségével hárította Felipe. A 33. percben megfogyatkozott a házigazda, Sinder egy szabálytalanságot követően sárgalapot kapott, majd miután letámadta a játékvezetőt, villant a piros is. Az első félidő gól nélkül zárult, a második játékrész elején viszont megszerezte a vezetést a Ferencváros. Az 55. percben Felipe még hatalmas bravúrral hárította Lanzafáme lövését, a szögletet követően azonban egy jobb oldali beadás után Leandro a kapu jobb alsó sarkába csúsztatta a labdát. A 74. percben 11-eset jutottak a fővárosiak, Berrios a 16-os vonal előtt lökte fel Petriákot, Pintér játékvezető azonban büntetőt ítélt. A 11-es Lanzafáme a kapu jobb alsó sarkába lőtte, Felipe csak beleérni tudott a labdába. A 83. percben tovább fogyatkozott a házigazda, Berrios találta el Matthias fejét, így őt is kiállította a játékvezető. Több gól már nem született, a Ferencváros 2-0-ás győzelemmel távozott Kisvárdáról. Solche Spiele laufen natürlich oft so ab, dass man sehr, sehr viel Geduld haben muss, gerade bei solchen Auswärtsspielen. Az ilyen mérkőzések nagyon gyakran úgy zajlanak, hogy nagyon sok türelemre van szükség, főleg ha idegenben játszunk. Wenn vielleicht eine von den beiden guten Chancen von Petriak in der ersten Halbzeit reingeht, dann wird die Dose natürlich ein bisschen früher geöffnet und dann kommt ein bisschen mehr Ruhe rein ins Spiel. Ha természetesen az első fél időben Petriának a két lehetőség közül az egyik esetleg kapuba talált volna, akkor gyakorlatilag hamarabb meg tudtuk volna nyílni kicsit az ajtót, és talán nyugalmasabb lett volna az egész mérkőzés menete. A hazaiak megbízott edzője, Kocsis János a vereség ellenére is igyekezett megtalálni a pozitívumokat a mérkőzésben. Szervezettek voltunk, amit lehetett számítani a Ferencváros ellen, azokra a dolgokra fölkészültünk. Szerintem jól reagáltuk le az ő esetleges húzásaikat. Megvoltak a lehetőségek a kontráinkban esetleg arra, hogy végig tudjunk vinni egy támadást, és esetleg elérjünk a kapu elé, gólhelyzetet tudjunk kialakítani. Sajnos jött a szokásos dolog a mérkőzésen, a kiállítás, ami azért nagyban befolyásolta, azt gondolom, a mérkőzést. Óriási hiba volt, felelőtlenség, tehát ezt a mi helyzetünkben ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ezután szerintem tartásunkat bizonyítva küzdöttük végig a mérkőzést. A negyedik forduló további eredményei a következők: Molvidi FC Debrecen 1-1, Szombathely Puskás Akadémia 2-1, MTK Budapest Diósgyőr 1-0, Paks Újpest 1-1 és Mezőkövesd Budapest Honvéd 0-1. A tabella élén a 100%-os Ferencváros áll, megelőzve a szintén 12 pontos Budapest Honvédot. A pont nélküli Kisvárda a 12. helyen várja a következő fordulót, amelyben a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára. Az elmúlt szezonhoz hasonlóan a regionális bajnokságban indul majd az NKK 5-ös U16-os fiú kosárlabda csapata. A Ferenci Tamás által irányított együttes minimális célja az, hogy felkerüljön az országos főtáblára. Május végén az NKK 5-ös nyerte a regionális bajnokságokban győztes serdülő fiú kosárlabda csapatok országos döntőjét. Júniusban végigedzést tartott a fiataloknak Ferenci Tamás, aztán egy hónap pihenőt kaptak a játékosok. Július 30-ától egy héten keresztül Gyulaházán edzőtáborozott a csapat, jelenleg pedig a Vecsik szakközép tornatermében és a Városi Stadionban készül a most már U16-os gárda. Előbbi helyszínen a labdás gyakorlatokon, utóbbin pedig az erőnlét fejlesztésén van a hangsúly. A bajnokság szeptember második felében kezdődik az NKK 5-ös számára. Regionális karetbajnokságba fogunk indulni, mert a kiemelt bajnokságban ugye mi nem vehetünk részt, hiszen a legidősebb korosztályunk úgymond, és nincs olyan eredménye ugye U16-ban egyesületünknek, amely alapján oda besoroltak volna bennünket. Úgyhogy a regionális bajnokságba kezdünk, bízunk abban, hogy innen is föl tudunk jutni majd a főtáblára, és mindenféleképpen szeretnénk a legjobb 32 közé jutni. A Ferenci Tamás által irányított csapat az elmúlt szezonban kitekintett a nemzetközi porondra, és így lesz ez a következő évadban is. Meghívásunk van Nagyváradra, a Romániába, felkészülési mérkőzésre. Meg fogjuk rendezni ennek a korosztálynak a nemzetközi ötvös kupát, illetve az év lezárásaképpen július elején Kassán voltunk kint két edzőmérkőzésre, oda is van vissza meghívásunk, illetve egy szlovákiai edzőnek nagyon tetszett az a játékstílus és az a szisztéma, amit mi játszunk,
és ő már jövő év végére meghívott bennünket, ezt a korosztályt egy nemzetközi tornára, ahol lengyel csapatok, szlovák csapatok, illetve magyarok, mi fogunk ezzel részt venni. Az NKK 5-4 korosztályban 5 csapatot versenyeztet. Az U14-esek is elkezdték már az edzéseket, a kisebbek pedig később kezdik el a munkát. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 126 millió forintból korszerűsítik a fehérgyarmati kórház nővér szállóit. A több mint 50 éves tömbben energetikai felújításokat hajtanak végre, kicserélik a nyílászárókat, valamint szigetelik is az épületek homlokzatait. A felújítás nem csak a rezsicsökkentést szolgálja, hanem a szakemberek helyben tartása miatt is fontos. Augusztus 20-ától egészen október közepéig lehet megtekinteni a legújabb Munkácsi képeket a Nyíregyházi József András Múzeumban. A kiállításon így már 50 alkotás található a 19. századi festőművésztől, az eddigieket pedig már több mint 5000-en látták a Szabolcsi megye székhelyen. Később indult a dinnye termesztés megyénkben, mint az ország többi területén. Ledó Ferenc, a Fruit Web elnöke elmondta, ha jó az időjárás, a dinnye szezon egészen augusztus végéig, szeptember elejéig tarthat. A dinnye fajták fogyasztói árai 90 és 160 forint körül mozognak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 13-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Eleinte többnyire száraz, igen meleg levegő áramlik térségünkbe, majd kedden nyugat felől egy hideg front éri el a Kárpát-medencét, változékonyabb időt okozva. Az előttünk álló éjszaka derült idő várható, csapadék nem valószínű, a déli szél helyenként megélénkül, reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar egyre több helyen kialakulhat, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, a déli, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás kezdődik térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szerdán a lelassult hidegfront a keleti ország részben fel is oszlik. A szakadozott felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap, főként a Dunától keletre várható elszórtan záporeső, zivatar. A következő napokban gomoly felhős, napos időre van kilátás, csupán helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A gyenge mérséklődés után ismét erősödik a nappali felmelegedés.